Azt kérem, szavazzon most! Jászárok Szállás képviselőtestülete tartotta soros ülését február 10-én. A polgármesteri hivatal dísztermébe összehívott tanácskozás legfontosabb témája a város idei költségvetésének megtárgyalása volt. A számos egyeztetésen tájékoztató fórumon áttekintett gazdálkodási terv idén 2 milliárd 472 millió forintban határozta meg Jászárok Szállás bevételeinek és kiadásainak fő összegét. Alapelvként határozták meg, hogy a már korábban bevezetett szolgáltatásukat fenntartsák, továbbra is hitel nélkül gazdálkodjon a település, és becsüljék meg anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt az önkormányzat munkatársait. Az, hogy nagyon sok tervünk van, nagyon sok beruházási ötletünk van, de azokat veszük előre, és azokat próbáljuk megvalósítani, amit pályázattal ki lehet egészíteni. És azokat a kiadásokat kell először teljesíteni, amik a működéshez szükségesek, és utána a beruházások következnek. A pályázatokkal támogatott fejlesztési elképzelések meghatározása mellett különböző egyesületi közösségi sportcélok támogatására 33 millió forintot különítettek el. A jól előkészített tervezett kompromisszumok eredménye több egyeztetés is zajlott. A nyílt ülésre már a javaslatokkal módosított anyagot terjesztették be. A munka megbeszélésünk során sor került arra, hogy bizonyos tételeket még közösen átbeszélve módosítottunk, és ezt az átbeszélt tervezetet kaptuk a mai ülésre. Én is csatlakozom polgármester úr által elmondottakhoz, hogy nagyon örömteli, hogy az eddigi szolgáltatásainkat hasonló módon fent tudjuk tartani, mint az elmúlt évben, és az is, hogy fejlesztésekre is lesznek lehetőségeink. A kötelező feladatok, illetve az önként vállalt feladatok, úgy gondolom, hogy az önkormányzatunk részéről igen, szép számúak, tehát véleményem nekem is az, hogy az önként vállalt feladatokat meg kell tartani, és ezt a színvonalt továbbra is biztosítanunk kell. Mindenképpen meg kell köszönjük azoknak a szakembereknek itt az önkormányzatnál, akik a pályázatokat figyelik, és elkészítik, és előkészítik, hiszen az elmúlt hónapokban annyira sok pályázat kijött, és mindegyikre azonnal reagáltunk, és azonnal összeállították, elkészítették. Én azt gondolom, hogy ez nem kis munka. Sikeres pályázatok révén 265 millió forint támogatással kezdődhet útépítés a Torbadűlön, várhatóan még az első fél évben. Szintén az első fél évben indulhat számos belső út felújítása is. 127 millió forint támogatást nyert erre a város. Várják a városi piac felújítására beadott pályázatok elbírálását, illetve a nyári programok támogatását célzó pályázati igényük megítélését is. Köszönöm szépen! A beterjesztett költségvetést végül egyöntetű szavazattal hagyta jóvá a képviselőtestület. További fejlesztési pályázatok beadásáról is döntöttek az ülésen. Mintegy 400 millió forint beruházással szeretnék megvalósítani az ipari park fejlesztését. Egy újabb 14 hektáros területet tárnának fel a város határában, amelyhez minden szükséges közművet kiépítenek, amennyiben a most beadott pályázati igényüket kedvezően bírálják el. Döntöttek emellett újabb, a belső utak állapotát javító útépítési támogatások igényléséről is. A képviselőtestület soros ülésén tárgyalt egyéb témákra későbbi híradásainkban térünk vissza.